Hatalmas mennyiségű szeméttől kellett múlt héten megszabadítani a Tiszát vásáros Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint akkor Ukrajna felől percenként átlagosan 50-70 kommunális hulladék érkezett. Már ezt is a folyamatosan erősödő árhullámok okozták. A mindennapos esőzések miatt aztán a hét második felében tovább súlyosbodott a helyzet árvízvédelmi szempontból is. A légi felvételekből jól látszik, hogy a nyaralók körül jégpáncél alakult ki. Az a víz fagyott meg, amely az elmúlt napokban kijöntött a folyóból. Nem csak a Tiszán kellett azonban felkészülni az áradásokra a feti Vizik szakembereinek. A Tiszán ma reggel vásárosnöménál ment a szint alá, tehát tulajdonképpen ott a felsőbb szakaszokon megszüntettük a készültséget, a szamoson is megszüntettük. A, a naményi zsúr között van még első fok. Ott a nyári gátak miatt nem vonul nem, nem úgy vissza olyan ütemben a víz a Tiszába, hogy a fővédőna könnyen mentesülhessen. Ezért amíg ez a teher még a töltéseken van, addig megtartjuk az első fokot. Több helyen, így például Tisza Bercelen és Dombrádon azonban jelenleg is tetőzik a Tisza. Utóbbi helyszínen azt tapasztaltuk, hogy a folyó árterét egybefüggő, egyes helyeken fél métert is meghaladó vízborítja. Az út, amely a kikötő irányába vezet, teljesen láthatatlanná vált, itt még gumicsizmában vagy éppen terepjáróval is nagyon nehéz közlekedni. Itt Dombrádon jelenleg is másodfokú árvízvédelmi készültség van érvényben, a helyiek beszámolói alapján néhány nappal ezelőtt még súlyosabb volt a helyzet. Mögöttem azonban még mindig az látható, hogy folyamatos a sodrás a töltés irányába, maga a part és az üdülő övezet pedig még mindig szinte megközelíthetetlen. A szakemberek szerint ezeken a helyeken, illetve a Kraszna és a Szamos folyókon is az várható, hogy apadni kezd a vízszint. Télies időt jeleznek előre, de az a nagyon nagy hideg az nem tartott sokáig, de ugye a vízgyűjtőnk fagyok lesznek azért, jelentősebb, komolyabb csapadék nem várható következő három-négy napban, úgyhogy az apadás fog beindulni még inkább, és megszűnik majd a hét második felében az árvízvédelmi készültség is minden bizonyja. A megyében nem csak az ár, hanem a belvíz is komoly problémákat okoz. A Feti Vizik tájékoztatása szerint jelenleg a 12 belvízvédelmi szakasz közül egynél elsőfokú, hatnál pedig másodfokú készültség van érvényben. A témával a hétfő esti 35 perc című műsorunkban bővebben is foglalkozunk.